Sziasztok, itt az Eltitikát, Sanya vagyok, ez pedig egy újabb epizód a modolt Farming Simulator 15-ből, még pedig a negyedik. Na, lejöttem itt a padra, elfáradtam egy kicsit, mert annyi sok modot raktam ebbe a játékba, hogy le is kellett ülnöm, úgyhogy fel is állok, és körbenézzük, hogy milyen modokat raktam be. Amit linkeltetek, elég sok link volt, elég sok modot mondtatok. Vártam is egy olyan hozzászólást egy-két embertől, hogy ezek tesztelt modok, nem kreselnek ki, jó, van-e animációja, stb. Mert ilyeneket szeretném berakni. De ahogy nézegettem, elég kis értelmes modok voltak, úgyhogy nézzük is meg nagyjából, hogy mik találhatók benne. Na hát a classból egy mod vak beletrakva, tehát és mindjárt mondom az előnyt is, meg a hátrányt is. Elég sok combine-t hozzáad, illetve arató szerkezetet. De ez az ára az nem tetszik. Túl olcsó. Azért sem akartam volna ilyen modokkal foglalkozni, mert most itt 5000 egy darab combine, alapból pedig 150 000, 105 000. 430. Tehát combine az iszonyan drága, de ha a modra rakjuk be, akkor nagyon olcsón tudjuk megvásárolni ezeket. Hát az ilyenek gondolkozok, lehet, hogy ezt majd kicserélem egy másikra, mert még egyáltalán nem tesztelgettem, nem nézegettem ezeket. Csak amit kértetek, azokat beraktam. De mivel kértétek, szerintem fogok egyet-kettőt megvásárolni ezekből is. Vagy legalábbis egyet, hogy kipróbáljam, hogy hogy néz ki, hogy működik. De mondom, ez így túl olcsók, ezek így a betakarító szerkezetek. Na, kaptunk újabb kategóriákat is, a moddal beraktuk. Ezt én saját magamtól raktam be egy Hammer H1-est, illetve egy Trabantot, mert valaki kért, vagyis írta, küldte a Romettet. Egy kis motort, akkor kocsi, ladát kért, zsiguli kért valaki, most csak a VAZ 2101, illetve 2106 lett berakva egy utánfutó is. Nézzük a traktorokat. Az előző részben mutattam a MTZ 1025-öt, az benne van, az MTZ 82-t, de pluszba szerintem a klasszal bekerült a Xerion is. Igen. LTT 150K-s, egy Zetor, egy John Deere-ból a egy azért egy jobb minőségű új traktor, egy ilyen régebbi, hogy olcsó legyen, még egy ilyen keréktároló, ez egy mod adta hozzá, és egy modpak. Igen, van itt egy K700, ezt is kérte szerintem külön valaki, illetve egy Rába, ezt mindenféleképpen akartam. Ó, de sok minden fel van írva ide. 270 lóerős, majd ki fogjuk próbálni, nem is kerül sokba. Hát ez is úgy van, hogy van, de olcsó. Na, a traktoroknál jártunk, nézzük a billenőkocsiba, csak egyet raktam bele, egy univerzális pótkocsit az ifákhoz. A kerekes rakodó, illetve a teleszkópos targonca csak a mod adja hozzá. Az abban nincsen benne. DLC, nem mod. Igen, homlok rakodó. Van nekünk itt egy ilyen T150K. De azt szerintem az megtalálható volt itt is. Itt van T150K. Apa! Már megint duplán kattintottam rá. Akkor kétszer van benne. Mindegy. Igen, mert csak raktam belefele, de majd a listát, hogy milyen modok vannak, azt is kért az egyik néző, az ott lesz majd lent a komment szekcióba. Emlékeztető magamnak, hogy rakjam oda. nem csak a lista lesz ott, hanem link is, mert azt kérte a néző, hogy legyen link is. Illetve van egy ilyen tárcsa, ezt is valaki kérte.
Drága, de erre olvastam a kommenteket, hogy nincs animációja, nem jó, stb. De elég széles, úgyhogy majd meg szeretném nézni. Igen, a teleszkóposoknál nincsen semmi újdonság. Na, kamionok. Kamionokat az előző részben mutattam a Ifát, illetve a Man IT-Runner, de pluszba bele lett rakva Kamaz, ez az, illetve Kraz is. Ennek milyen nincsen kép, hogy néz ki. Na mindegy, majd megnézzük élőbe. Ez 21 ezerbe kerül, amit beraktunk, ez pedig 35 ezer. Na, a vetőgépek, abból lett berakva. Nem tudom, ez valami más adta hozzá, vagy nem. Nem, ezt is kérte szerintem valaki. Mindegy. Majd megnézzük, és akkor van egyéb kategória. Raktam bele Ural motort, oldalkocsival, utánfutóval. Ezt meg a klassz adja hozzá. Vinni a cuccokat. Úgyhogy ennyi cuccom van. Most modok berakva. Nem látszik soknak, de majd meglátjátok a listát, elég sok beletrakva az előző rész óta. Meg összességében, hogy már sok mod van benne. Majd kíváncsi vagyok, hogy mi hogy fog működni. Remélem nem lesz semmilyen modbeli probléma. Úgyhogy kéz. Lehet a kéz az a... ezért adja hozzá. Nem itt, hanem. Apa. Itt. Nem, ez class, ez pedig case. Jó. Ott van a class. Vagy az mi? Kiírás, az a zászló, nem mindegy. Nem is lényeg. Az a lényeg, hogy kezdjük a játékot. Igen, ilyenkor megint megjelennek a kérdőjelek. De nem is baj, mert van egy-két helyen, ahol majd jó lesz majd a kis információ. Megint itt vagyunk a városba, de nem is itt kell lennünk, hanem itt lent. Először is egy banki helyzet. Hitelt felveszünk maximum, amit lehet, és vásárolunk egy-két cuccot. 200 ezerig el lehet menni, ha jól tudom. Így van. És nézzünk meg, akkor már vásároljunk is valamit. Először is körbe szeretném járni még ezt a mapot, mert teljesen nem mentem körbe. És arra a legfelelő eszköz egy kis motor. Vagy Trabanttal menjünk? Trabant az olcsó, mint a motor. Na mindegy, először menjünk a kis motorra. Igen, belett rakva egy olyan mod, ami... Most hol vagyok? Ja, itt aradtam lefelé a kukoricát. Aminek nem néztem utána, hogy hogy működik. De van ott nekünk egy ötös segítség gombunk. És ez az Auto Combine mod. Tudunk itt mit, hogy menjen, hogy forogjon, miket csináljon. Igen, munkaerő felvétele, de jó, kiírta magyarul. Legalábbis azt az egyet. Ezt a körkörös szeretném meg... Milyen nyomtam, hogy ezt kifejt? Ezt a... Ja, inkább ki kell x-elni, mert nem tudtam dolgozni. Beállunk szépen egyenesbe. És csinálunk egy ilyen körkörös dolgot. Elméletileg ez nézi a pálya szélét, és mindig körkörösen megy a pálya közepe fele. De mindjárt meg is látjuk, hogy működik ez. Na. Nem. Így. Na és kíváncsi vagyok, hogy most hogy fog működni. Ez elméletileg most körkörösen van. És miért erre fordul? Nekem arra forduljon. Úgy. Körkörös. Ja, most ki van kapcsolva? Ez off. Milyen tudok rákattintani, hogy on legyen? Ja, ezzel kapcsoljuk ki. Na mindegy.
De már viszi is lefel a szélét, tehát ez így már nem jó. De mindjárt megvárom a szélét végéig éljen. Hogy most ki fog fordulni oldalra, vagy nem. Meg is telítődött közben a kukoricával. Ja, az így nem jött össze. Ja, most van bekapcsolva, oké. Okay. És... álljunk ki a szélére. Rohadt deszkák! Nem igaz, mindig bele akarok mindegyikbe. Úgy látszom, most ki kell ezt írtani az egész erdőséget. Ilyenekben akadjak bele. Oké. Okay. Szerencsére most oda tudtam menni. Kivágni. Most meg beakadtam egy másikba. Ne őríts már meg. Ú, de jó! Lézer! Most miért nem tudom forgatni a kamerát? Ja, mert itt van ez a vacak. Na, mibe akadtam bele? Most itt elkezdem egy picit befele. Itt ne zavarja be, ó. Gondolkozok közben, hogy kéne ezt megcsinálni, és hogy működik ez a mod. Mert tényleg kéne valami kezdőlöket. Na, hozzuk elő ezt a menüt. Jó. Mi az ötöset irányjelzőzök, vagy? Igen, ez a jobbra irányjelző. Jó, akkor ezt át kell szállítanom. Na most be van kapcsolva. Erre forog, körbe-körbe. Na nézzük meg. Ez az! Hogy ezt én miért nem is használtam ezt a modot? Na most reméltek, hogy ki fogja kerülni a fát. Munkaerő dolgozik, úgyhogy nem én. Hát ez iszonyat jó ez a mod. Köszönöm szépen, igaz, hogy B-verziós, de köszönöm szépen a... ilyen jó modokat csinálnak. Valaki írta egy ilyen autó-traktor modot. Olyat nem találtam. Most ez miért állt le? Belakadt megint valamivel? Jó, még ezt ki kell tapasztalni. Igen, van itt egy-két állítási lehetőség. Ezeket majd tesztelgetni fogom. Ja, oké, okay, rendben, rájöttem, oké, okay, nem kell mondani semmit. Ja, motor. Mindjárt megyünk egy kört, csak először kiszedem a... Na, igen, és ha már vízt vagyok a traktorra, nem cikáznék jobbra-balra. Autó... traktor modot nem találtam. Mármint azt, hogy a traktor és a... mi az? És a kombájn együtt működik. Ezt nem találtam meg. Lehet, hogy már linkelték hamarabb. De ő nem álltam alá. Igen, hogy együtt működjön, hogy mind a kettő dolgozóval menjen. Ez mindig kövesse. Tényleg mi van, akkor megtörök az utánfutó? Na mindegy, kötök utána vagy hét utánfutót. Mármint pótkocsit, és akkor beleadagolnám mindig a kombájn. Na még ezt még keresnem kell valahonnan, ezt a modot. De ez jó már alapból, hogy ez a... autókombájn. Hogy így a terület szélén megy, és nem hagy ki semmit elméletileg.
Jó, ő befejezte, és akkor visszatérünk arra, hol az egerem. Ja, itt van. Igen, automata, stb. Bla bla bla. Most útban van a traktor. Úgyhogy húzzunk is innen. Ne legyen a környékén semmi. Na? Az már másik területen van. Az most felfogja. Azt is ledarálja. Vicces. Na, ez egy jó munkás. Az így bedarál mindent. Vicces. Most nem is vicces, hanem nagyon jó ez a mod. De ne is dicsérgessem annyit, hanem menjünk egy körmotort. Ez az, motorozunk. Hú, tényleg ugrassunk már itt fel. Le tudok esni a motorról, vagy nem? Mindjárt kiderül. Az konkrét. Ó, rendesen mi kattog a kormány. Na jó, elég volt a poénkodásból. Ezt mondja, hogy visszaállítás. Igen, oké. Na. Oké, felborulunk, de nem borul oldalra, tartjuk a levegőbe a motort. Na, ez volt a körbejárásom, vagyis nem. Na, nézzük meg a kombány közben, hogy hogy áll. Ő is dolgozhatna. Igen, autokombány mod van, tehát a traktor ez itt most szépen... Nem tudom, hogy itt át fog-e menni, abár át fog menni, mert itt le van szántva. Na. Ő is dolgozzon itt, habár ez itt nincs learatva. Ja, ez az ültető, de jó. Akkor téged el is küldünk, te nem is kell lesz most ide. Hanem... Úgy csúnya van ez itt learatva. Jó, majd várjunk az aratógépre. Ami szépen dolgozik itt nekünk. Ezt én most el tudom tüntetni ezt a menüt, úgyhogy ne álljon le a rendszer. Igen. Na, most elmegy azért a sorér. Mert emletleg, ha érzékeli a mellette lévő táblán is, tehát területen is van ugyanez az ültetés, tehát például itt kukorica lenne mellette, akkor azt is learatja. Ahogy olvasgattam. Hát, ha is dőlök, mert ez így kellemes munka. Na, de ezt is hagyjuk, addig, amíg le nincs itt aratva. Hanem, amit szeretnénk csinálni. Időt most még nem pergetünk. Hagyd legyen befejezve ez a tábla, ne hagyjuk így félbe. Lehet ezzel át tudok menni a másik pályára. Itt nagyjából el tudom kezdeni itt is a tárcsázást. Gondolkozok ezen a kis szakaszt, könnyű lenne felekézni, csak az a baj, hogy az a fű nem tűnik el. Úgy, mint ott az arra a kis gödrön. Pedig jó lenne egyben nyitni azt a két területet. Na, úgy kell egyenesbe állítani ebbe a pályán, hogy jó is legyen a végén is. Kezdjük el. Jó, már nem jó.
Az előző, és a kombájnál az ott jó, mert láttam azt a lézert, mert látszik, hogy merre akarja indítani a dolgokat. Na most úgy látom, hogy jó lesz. Ahogy itt már ki is nőtt egy picit, úgyhogy nem volt az idő felpörgetve. Mindjárt veszünk még egy-két gépet. Csak ezt akarom, hogy... Most ezt bele fog akarni abba a fába, mi? Nem, jó, ez ilyen láthatatlan fa. Átbugolódik rajta a traktor. Ja, tényleg azért is jó ez a terület. Itt nincsen a környéken olyan fa, amiben bele tudunk akadni. Ott meg megnézzük a másik oldalt, amit a előző rész végén mutattam. Hogy ott meg közel van a kerítéshez, de ott nem tud megfordulni. Ott lesz majd jó az a auto combine mód, hogy körbe-körbe alatja le a dolgokat. Jó, közben itt akartam kiugrani, igen. Hogy ebbe beszálljunk, mert megtelt a kombájn. Fú, de idegesítőek ezek a nem látható ágak. Rendben. Kukoricát kihez lehet leadni? Na, túlmentem. Kukoricát csak Roland vesz. Így van. Csak Roland. Új, elég jó ára van. Repcét néztem. Nem, azt mind a kettőhez lehet leadni, Rolandhoz is, meg Józsefhez is. És József ezt jobb áron veszi. Nagyon jó. Mi van még itt? Ja, Szilázs. Na megtelt az utánfutónk. Hé, ezt a kockát hogy hagyta itt? Ja, mert oda bement a területre. Nem is foglalkozok most vele az akciókkal. Megyek leadom, legalább így körbe is nézem. Ha már romettel nem sikerült körbe menni. De jó, ezt most aszfaltozták ott le. Vicces. De ezt meg kihagyták. Ezt is kihagyták, itt meg megint le van, ott meg mellette ki. Ha? Igen, most Józsihoz megyünk, Kovács Józsefhez. Mert ott magasabb áron veszi. Az pedig ott van, ha jól tudom, ott fent a felső sarokba. Itt van a... Igen, itt van a Roland. Ja, Józsa, azt tovább kell menni csak. Jó, oké. Okay. Nem. Bizonytalan vagyok. Vagy mégsem. Nagyon jók ezek az utánfutók. Nagyon jól fordulnak. Itt a teljes. Ú, erre nem szeretek fordulni ebbe az irányba. De majd meg kitapasztaljuk itt is. Ne essék bele az árokba. Mert ne védjük a kapuját. A kukorica az egyenesen van ott hátul, ugye? Szerintem igen. Mintha azt látnám. Igen, meg két dolgot vesz. Úgyhogy biztos, mert múltkor a másik helyre borítottuk le a búzát. Na, miért nem mész már? Jó. Hú, kirakodás. De miért arra borítod? Direkt beálltam, hogy hátrafel a borist. Mindegy. Na, ezzel kerestünk sok pénzt. És mehetünk a következő aragér. Üssük el ezt a kérdőjelet? Burgonya tojás tej. Azt tetszik is, hogy nincsenek olyan hűde nagy távolságok.
és hamar elérem ezeket a területeket. Most még más vagyonával büszkélkedek, mert ezeket még nem én ültettem el. De mindegy, ahhoz. Ez itt micsoda? Szerintem ez még nincs kinőve. Melyik területen vagyok? Ez micsoda? Ez egy tábla? Ja? Na nézzük is meg a térképet. Nem, erre fele nézünk. Ez még ott nincs benőve szerintem, de mindjárt megnézzük. Na hol voltam? Az előbb itt. Hol vagyok? Még be kell tájékozódni, hogy hol, merre vagyok a. Tudjuk az utánfutóval, nem? Nem, nem. Akkor itt van az utánfutó? Igen, itt van az utánfutó. Akkor ezt a területet nézem. Növekszik. Ó, akkor mondom, hogy. Még ez itt nincs. Na, még ez itt nem nőtt meg. Vagy cukorrépa lesz az. Vagy valami. Na, úgy látom, leállt a kombine. De még ezt a kis területet itt lenne akarom szedni. Másik a gyors. Igen, mert túl messze volt tőle a terület. Így nem dolgozik jó. Csak ha előbb van hozva a menü. Ezt itt learatjuk. Ezt a kis sort. Mit csinálsz? Ja, csak be van kapcsolva az automatomat. Jó, mert egyetlen egy szállat se hagy. Oké, okay, köszönjük, hogy befejezted a munkát. De van még számodra egy kis melóm. Na, ezt még ezt a... Ja, értem én, nem nőtt ez még meg. Aha. Azért nem maradtad le. Aha. Még nem nőtt meg. Jó. Akkor mehetünk a következő területre. Elég kis széles. Nehéz mellé állni valaminek is. Igen, ha hosszabb cső lehetett volna. Na. Állj meg. Úgy. Igen, azt megnöveztük. Ja, azt a földet még ott be akarom fejezni, tehát oda-vissza fogok állni. Csak közben még ezt itt adagolja. Ez itt miért állt meg? Nem én állítottam le. Ja, már megint egy ágas-bogas. Igen, ezeken végig kell ezt menni. Megtalálni az ilyeneket. És... Például most előttem is van egy. Itt. Eltűnt. Ez is eltűnt. Hol van még ilyen idegesítő dolog? Ami bele tudok akadni. Mégis itt belül kéne nézegetni, nem kívül. Aha, itt van egy. Oké. Okay. Ez itt mi? Ez virág. Ott nincs. Ha itt látok még egyet. Azt várhattam volna lentebb is, de mindegy. Azon már át tudunk menni. Na, attól függetlenül te már dolgozhatsz.
Most már nem akad bele semmibe. Rittik rossz irányba fordul. Meg kell keresnem ezt az autótraktor modot. Vagy három portálon kerestem. Nem találtam. Nem tudom, hogy létezik-e egyáltalán. Hát csak valaki már megérte ezt a modot. Na, itt már nekünk jó lesz. Jó, és... Nem ez, hanem ezt le kell cserélni ennek a fejét, a kombánynak. Igen, kiadagoltuk belőle, nincs benne semmi. Hol van a területem? Ja, itt van. Viszont pedig ennyi fért volna a mai részben. A következő részben még vásárolok az új modokból egy-egy gépet. A motorral majd körbe megyek, meg a másik fajta motorral is. A Trabanttal is majd, meg majd lesz Lada, lesz Volkswagen, és lesz majd minden benne. Előbb-utóbb. És innentől nincs az, hogy kopizok valakit, mert annyi mod van benne, hogy ilyen modok mennyiségileg lehet, hogy lesznek valakiknél, de ugyanezek a modok, és pont ugyanezek. És pont ezek nem lesznek, nem mindegy, nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy ez az előbb is nyitva volt ez a cső? Igen. Ez azóta nem dolgozott senki. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor majd jövök a következő résszel. Majd még ha valaki talál valami modokat, vagy én találok, majd még úgy is rakom bele. A leírásban lesznek a listában, ezt jól mondtam, a leírásban lesznek listába szedve. Meg a linkek is ott lesznek, hogy milyen modokat használok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a következő részben jövök a következő modokkal. Addig is sziasztok!